Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag a konkival fogunk foglalkozni. Mi is ez a konki? A konki ez a kiírás. Rengetegféle konki megvalósítás van, tehát nagyon flexibilis, nagyon jól programozható dolog, hogy mi, hol és hogyan jelenjen meg. Ha te szeretnél ezzel komolyabban foglalkozni, azaz nem a rendszerhez kapott, vagy innét-onnan egy letöltött konfigurációt használni, hanem a sajátot összeállítani, akkor én azt mondom, hogy amit ma bemutatok, azokat nézd meg, de igazából önmagában azok nem lesznek elegendőek, hogy komolyan meg tud változtatni ezeket a dolgokat. Rengetegféle alapbeállítás van, rengetegféle sablont fogunk kapni, de aki magának szeretne, és olyat, és pontosan olyat, ami neki megfelel, esetleg a meglévő konfigurációs fájlokat áttérve, bizony neki egy kicsit tanulni kell méghozzá, hol természetesen a GitHubon van a konkinak az oldala, és gyorsan lelapozunk, most nem nézzük meg, hogy micsoda szép, és micsoda jó, és hogyan kell telepíteni. Értelemszerűen fent van a gépünkön, feltelepítette az MX Linux alapból, és ide megyünk a konfigurációs beállításokhoz, és elkezdjük olvasni. Kismillió és nagyon sok leírást fogunk találni, megnézzük, hogy mit, hogyan és miképp kell megtenni, azaz ez elég komoly munka, és hogyha valaki szépet szeretne, sajátot szeretne, akkor egy kicsit tanulni is kell. Majd megmutatom, hol és hogyan lehet valamit ebbe szerkeszteni, de nem fogunk ebbe belemélyedni, hiszen nem a konkiról, hanem az MX Linuxról beszélünk, ott pedig időzőjelben csak egy plusz dolog az, hogy kapunk hozzá egy adag konki megvalósítást, beállítófájt, és azok között nagyon gyorsan tudunk válogatni. Nézzük is meg, hogyan lehet előkeríteni a konkit, azaz itt ezt a beállítást, ezt a nézetet megváltoztatni. Természetesen az MX eszközök között fogjuk keresni, és nem meglepő módon olyan lesz, hogy MX konki. Eddig mindig azt mondtam, hogy vannak olyan programok, amik hasznosak, és jók, és milyen jó, hogy benne van. Én most azt mondom, hogy az MX Konki igazából van, de nem egy olyan plusz a későbbiekben bemutatott programhoz képest, ami nagyon meglepett, és nagyon elájultam, hogy ez aztán nagyon jó. Azaz nézzük meg szegény Konki menedzserünket, szépen kinagyítom. Nagyon egyszerűen tudunk dolgozni, és igazából nem olyan eszköz, ami meglep bennünket. Mit tudunk megtenni? Első körben ki tudjuk választani tallózással azt a konfigurációs fájt, amit mi szerkeszteni szeretnénk. Ez nagyon egyszerű, rábökünk, oda navigál, ahol van a beállítás, alapbeállításként elérhető dolog, azaz a mappák, amivel a konki beállítás van, le tudjuk állítani, láttátok, eltűnt, el tudjuk indítani, illetve editálni tudjuk azt a fájt, ami ezt szerkeszti, ezt beállítja. Ez igazából kényelmi dolog, beállított szövegszerkesztővel be tudod állogatni, át tudod írogatni, amit szeretnél. Egyértelmű. Vagy oda mész a beállító fájlhoz, megnyitott szövegszerkesztővel, és ott rögtön editálod. A következő, hogy meg tudod fogni, elméletileg, mert én ezt gyakorlatban nem sikerült életre keltenem, és mozgatni tudod. Ez se egy olyan nagy dolog, hiszen akár a szerkesztéssel, a szöveg szerkesztéssel, akár a későbbiekben bemutatott konki menedzserrel be tudod ezt szépen állogatni. Alapvetően nem rossz ez a kis program, de hát nem az, ami engem igazából meglepett. Meg tudod adni, hogy az egyes asztalodon legyen, nekem 4 van beállítva, illetve az összesen legyen. Figyelj rá, hogy ez az asztalt jelzi, és nem a monitor, tehát nem mind a 2 monitor, mind a 3 monitor, amit be tudsz állítani, hanem az asztalon ott legyen. A napnak, ha ki van jelezve, természetesen a formátumát be tudod állítani, hosszú vagy rövid legyen, tehát vasárnap itt a fontokkal lesz gond, én visszateszem rövidre, illetve a hónap kijelzést tudod állogatni, nyilvánvalóan a február
Ha úgy szereted, hogy február, akkor február, ha pedig úgy szereted, hogy febr, akkor természetesen rövidített módba fog megjelenni. Fonthibák vannak, alapértelmezett fontok, amit a konkival együtt kapunk, ahhoz a pakhoz, ami például ezt tartalmazza, adott font, ami be van állítva a konkiba, az bizony nem tartalmazta a magyar karaktereket, de általában ilyesmi előfordul, ilyenkor a fontot áttérjük egy olyanra, ami éppen nekünk tetszik, illetve ami tartalmazza a magyar karaktereket. Ez nem is ennek a beszélgetésnek a témája, illetve a színeket tudjuk megváltoztatni. Ő beolvassa a konkinak az adott formációját, azaz az adott beállító fájt, és utána kolor 1, kolor 2, meg alapértelmezett, meg kolor 24, annyiban kijelzi, kényelmesen meg lehet változtatni, tehát a kolor 1-et meg szeretném változtatni, akár pipettával, akár szintkijelöléssel, akár a pontos érték megadásával. Például ilyen esetekben, ha valaki Groovebox, egy szín összeállítás színeit szeretné használni, itt szépen be tudja állogatni, ha éppen azt tetszik neki, akármi, ahogy tetszik, vagy a pipettával tudunk lopni, és leokézzük, és látható villant egyet, és azonnal életbe lép a változás. Ez nagyon kényelmes, villámgyorsan be tudjuk állogatni azokat a színeket, azokat a gondolatokat, amit szeretnénk, illetve természetesen én úgy mondom, hogy azt a színösszeállítást hamar össze tudjuk dobni, ami számunkra fontos, vagy nekünk megtetszett. Miért? Mert ennyi az egész, és össze tudod hozni ezzel a kis programocskával, a pipetta eszköz használatával a te háttérképethez. Azaz a konkinak a színei nem egy stabil színek, hogy azon aztán nem lehet változtatni. Ez nem egy fénykép, nem egy PNG kép, hanem egy dinamikusan változtatható dolog, és mivel automatikusan ő nem fogja tudni, hogy neked milyen színharmónia kell, az alapbeállítás szépen, ahogy a készítője elképzelte, odaadja, és ezzel meg is tudod változtatni. Na hát, ahogy lehet látni, ez a Konki leírás, és a Konki MX eszköz között van egy nagy szakadék tudásban, hiszen hogyha végignézed a akármelyik fórumot, ahol ilyesmivel foglalkoznak, ahol mutogatják a desktopot, az asztalt, és akkor látod, hogy csodálatos, szép színösszeállítású, nagyon összetett konkikat mutogatnak, akkor látod, hogy itt bizony a beállítás nagyjából az, hogy melyik desktopon jelenjen meg az egyesen, vagy az összesen, és ennyi kalapkabát, illetve a formát meg lehet adni, hogy rövid, hosszú, illetve színek. Jó, ez nagyon szép, nagyon izgi, de gyakorlatilag számunkra eléggé bénának tűnik. Én mindenkinek azt mondom, hogy gyakorlatilag érdemes a leírást elolvasni, és megnyitni a konkinak a beállító fájlát, és azzal dolgozni, azt átszerkeszteni, és akkor szépen fog működni. Nem egy agysebészet, ez a program is jó. Nem akartam leszólni, de legyünk őszinték, előfordulhat természetesen az, hogy nem lesz neked elegendő. Ha nem akarsz nagyon a fájba turkálni, meg igazából a Lua nyelvet se ismered, vagy nem is akarod megismerni, persze nagyon egyszerű, de legyünk őszinték kezdőknek, hogyha oda teszünk egy ilyet, mindjárt megmutatom, egy ilyet, akkor rögtön elkezdenek menekülni, hogy ennyi mindenféle akármi van, és utána hát ők ezzel nem akarnak foglalkozni. Persze, van, aki ebben nem szeretne foglalkozni, az használja a Konki Manager. A Konki Manager nem az MX Linuxnak a sajátja. Ezt ki kell hangsúlyoznom, azaz, hogyha te most hallgatsz, és más disztribúciót használsz, akkor nézz körbe, hogy van-e ott saját Konki beállításos dolog. Valószínű a Konki Manager-t szokták átirogatni, ahhoz tenni, abból elvenni, vagy önmagában a Konki Manager az elérhetője. Na hát, hogyha menedzser, nézzük meg, hogy ő mit menedzsel, és indítsuk is el ezt a programot. MX Linux alatt a Konki Manager elindítása nagyon egyszerű. Rábögsz ide, terminálból is indíthatnánk, meg természetesen Start menüből is indíthatnánk. Azaz indítsuk is el. Indítás után kapunk egy szép listát, amit végig érdemes nézegetni, mert itt alul meglátjuk annak a konkinak a kinézetét, amit az adott mappa,
aminek itt van az elérési útja, tehát hogyha valamit abban változtatni akarsz, vagy hozzá akarsz férni fizikailag ezekhez a fájlokhoz, nem feltétlenül kell a Conky Manager, hanem oda tudsz ballagni, és azt szépen szerkeszteni. Egyértelmű, van, ahol képecskék is vannak, ikonocskák, vagy TTF fontok, tehát gyakorlatilag ezért érdemes is ismerni az elérési utat, amit ő szépen kiír. Az aktiválása olyan, hogy rábögsz, és utána bepipálod. Ennyi. Nem jelent egy nagy gondot. Hoppá, de igen, hát látható, mi az össz van itt. Gyakorlatilag mit látunk? Elég rondán össze-vissza gányolta a konkinkat, mind a kettő együttesen megvan. Mi a következtetés? Le kell szedni azt, ki kell pipálni, tehát kivenni a pipát előle, amit nem szeretnénk használni. Azaz, ha az összeset bepipálod, mert olyan kedved van, akkor az összes meg fogja jelenni. Gyakorlatilag értelemszerű, de érdemes elmondani, hogy ezek nem rádió gombok, azaz egyiket kiveszi a másik aktiválásakor, hanem egy választó felületet kapunk, ahol többet is be tudunk aktiválni. Ez jó dolog, mert több konkit is tudsz egyszerre használni, és ezzel teljesen tele tudod rakosgatni információval az asztalodat, ha tetszik, akárhányat használhatsz, hát ezt kiveszem, és akkor erre megyek mindig, ha valamit szerkeszteni vagy változtatni akarsz, főleg az első időben, főleg, hogyha a szövegszerkesztővel szeretnél dolgozni, jelöld is ki, nem azt fogja megnyitni neked szerkesztésre, ami be van pipálva, hanem azt fogja megnyitni neked szerkesztésre, amin ott van a csík, azaz ki van jelölve. Nyilván ezek a gombok egyértelműek, le tudod állítani, el tudod indítani a konkit. Alapvetően nem kell ehhez hozzányúlnod, azaz nem kell leállítani, elindítani a konkit, hogy értelemszerűen az új konfiguráció aktív legyen, hanem folyamatosan ő mindig frissíti magát, beolvassa a konfigurációt, és mindig a változtatást követően azonnal életbe lép. Ha véletlenül mégsem, akkor bökögeted a gombokat. A következő, amit már ismerünk, a text editorral való szerkesztés, erre nagyon figyelj, itt azért ne nagyon turkálj, amíg nem tudsz valamit, nem nézel utána. Előfordulhat az, hogy ha itt valamit elszerkesztesz, nem fog a konki rendesen működni. Azaz, mindenképp tudni kell kettő dolgot. Ott van a GitHubon a leírás, illetve itt a komment sor, az két mínuszjel egymás után, azaz nem a hashtag, a kettős kereszt, na hát ez a Lua nyelvnek az egyik sajátossága. Azon kívül nyugodtan bármit szerkesztgethetsz, csinálhatsz vele, hiszen nagyon-nagyon kényelmesen be tudjuk konfigurálni. Persze utána kell olvasni, mit és hogyan csinálunk. A következő dolog az edit widget, tehát editálni tudjuk a widgetet, azaz ezt a kütyüt, amit használunk. Én azt mondom, hogy őt föltekerem, és ezt a panelt érdemes megismerni. Ahogy látni, elég összetett panelt kaptunk több füllel, többféle beállítási lehetőséggel. Természetesen nem lesz itt olyan beállítási szabadságot, mint hogyha a szövegszerkesztővel dolgoznál, de elegendő lesz ahhoz, hogy te szépen beállíts, bepozícionáld, és magad képére szabd ezeket az eszközöket. Gyakorlatilag nyilvánvalóan a szövegszerkesztős megoldás a legideálisabb, de nem mindenkinek van ehhez kedve, ideje, vagy éppen indítatása. Nézzük is meg, hogy a kiválasztott konkinkat hogyan tudjuk egy kicsit ide-oda tologatni. Természetesen az első fülön van a lokáció, van 9 féle elhelyezés, gyakorlatilag 9 téglalapra ossza a monitorodat, és kiválaszthatod, hogy felső, középső, alsó, jobb, bal vagy középső részen helyezkedjen el. Hát nézzünk meg egy olyat, tegyük középre, az valahol itt fog megjelenni, apli, és oda is ment. Hát bizony, visszamegyünk ide, apli, és visszakerült oda, ahol kell. Ezzel egy kicsit pontosítani tudsz rajta, hogy pont hol legyen. Most a horizontális eltolást csináltam meg, 40-re egy picit errébb ugrott, menjünk visszafele 10-re, plusz 10-re errébb ugrott. Nyilvánvalóan ennek a használata nem okoz senkinek se gondot, egyszerűen odatologatod
oda piszkálgatod, ahol neked tetszik. A méret beállítása, a kunkinak a méretét tudod itt állogatni, figyelj rá, hogy gyakorlatilag előfordulhat, hogy összenyomod ezt az értéket, és eltűnik egy része a kiírásnak, tehát ezzel egy picit játszani kell tudni. Miért fontos ez? Mert hogyha rákattintok a konkira, jobb egér gombbal, mi történik? Kattogtatok, semmi. Ide kattintok, előjön a menü, azaz ő egy ilyen téglalapszerű helyet lefoglal magának, egy külön rétegszerű dolgot húz rá, az pedig jó kemény, és nem fog megjelenni a jobb egérgomb kattintással semmi, mert ott éppen a konkira kattintottál, egy kicsit lejjebb kattintottam, rögtön elő is jött a jobb klikkes menü. Erre azért figyelj, azaz, ha már kész van a konkit képe, ezt a méretezést próbáld meg úgy összehozogatni az értékekkel való játszadozással, hogy látszódjon is minden, de ne használja el az egész monitorodat, ne legyen olyan, hogy egy sort kiveszel, mondjuk ezt a sort kivenném innét, akkor nem összeugrik a konki, hanem egy üres hely lesz ott, akkor egy picit játszadozunk a környékkel, a lefedett területtel, és akkor a méretekkel, és akkor nem lesz ezzel semmi problémánk, egy kis játszadozás belefér, fontos, kényelmesebb, mint terminálos, inkább úgy mondom szövegszerkesztős megoldás, átlátszóságot ismer, három fajtát, természetesen az átlátszóság, illetve annak a használata egyértelműen attól is függ, hogy te milyen kompozitálót használsz, milyen a környezetet, előfordul, hogy nem működik, akkor értelemszerűen rögtön észreveszed, hogy egy akármilyen, itt beállítás szerint fekete téglalapot fogsz látni mögötte, ahol egy kicsit játszadozni kell a beállításokkal. Nézzünk egy ilyen beállítást, értelemszerűen megjelent a fekete, hiszen nem transzparensre állítottam, azaz ki kell próbálni, hogy számodra melyik az, ami éppen kellemes. A félig átlátszó, semi transzparens az nagyon kényelmes dolog, mert be tudod állítani azt, hogy mennyire legyen a háttérszín átlátszó. Én visszamegyek teljesen transzparensre és apli, ezzel is jól lehet játszani, hiszen nagyon kényelmes színharmóniát, átlátszóságot, háttér átlátszóságot össze lehet hozni, akkor, hogyha szeretnéd azt, hogy egy szín, mondjuk a háttér sárga, ilyen sárga, hasonló sárga legyen a betűk színe, és egy nagyon pici fekete, inkább azt mondom, nagyon pici szürkés háttérrel földobja a kinézetet. Nagyon szépen lehet ezzel dolgozni, de a legkényelmesebb szerintem, a legegyszerűbb az átlátszó, mert hogyha megváltoztatom a hátteret, vagy odébb teszem, akkor a háttér másképp lesz, más színű helyzetbe kerülnek át a betűk, és hogyha nem átlátszó, akkor előfordulhat, hogy ütközik a háttér szín, a konkinak a háttér színe a háttérképünkkel. Azaz össze lehet hozni, jó kis játék. Az időformátumot meg lehet adni, ahol van időformátum, hogyha természetesen a widget ezt támogatja. A network értelemszerűen, hogyha neked itt kijelzi azt, hogy milyen internet sebességed van, akkor be tudod azt állítani, hogy a wifi-det vagy a kábeles dolgot jelezze ki, annak a sebességét mutatja. Nekem egyrészt teljesen mindegy a internetes sebesség kijelzése, van, amikor jó dolog, de általában nem szeretem telerakni az asztalomat mindenféle kijelzőkkel. Gyakorlatilag itt a kábeles kijelzést választanám, mivel hogy ezen a gépen nincs wifi. Ahogy lehetett látni, ezek nem olyan beállítások, amik igazán hú, de nagy dolgok, de szépé teheted a te saját konkidat. Az újrabeolvasás, könyvtár megnyitás azt hiszem egyértelmű, generáljunk egy előnézeti képet, megmondhatod, hogy a kiválasztott widgetet szeretnéd legenerálni, az összeset szeretnéd legenerálni, felülírja
felül irathatja az összeset. Ezzel én igazából sok időt nem szerettek eltölteni, gyakorlatilag nem változtatgatom naponta a kinézetet. Itt le tudod állítani a konkinak a futását, eltünteted, stop, áll. Tehát az összeset le tudod állítani, hogyha már nagyon belekeveredtél és zavar, akkor le tudod állítani az összes kinézetet, az összes konkidat, illetve itt van egy importálási lehetőség, hogyha témapakokat töltesz le az internetről, akkor azt be tudod ide importálni, és akkor ezzel tudod kezelni. Azt hiszem, nem jelent ez gondot, hogy ennek a gombnak a funkcióját, illetve a lista eltüntetését bemutassam. Nagyon egyszerű. Azaz végignéztük, összefoglalva. Szépen be tudsz állítani az MX Linux konkival, meg a Konki Managerrel grafikusan pár paramétert. Nem mindent, de a kettő együtt a színek, elhelyezkedés, meg egyebeket szépen beállogathatod, illetve természetesen van lehetőség a Konki Managerrel, vagy az MX Konkival megnyitni a fájt, a témafájt, a konfigurációs fájt, és azt szerkeszteni, illetve azt is el kell mondani, rengeteg pár tucat előbb állított konki konfigurációs fájt kapunk ezzel. Azaz, első időben ez nagyon jó, utána az ember, ha éppen megtetszik neki a konki, és szeret ezzel foglalatoskodni, akkor le tud tölteni rengeteget, több százat, több ezret is, megfelelő oldalak, keresőmotor használata egyértelmű, nem okozhat senkinek gondot, és utána a harmadik lépés, amire én mindenkit biztatok, ott van a konki leírás, és azon át kell rágni magunkat, ki kell próbálni mindent, ha erre indítatásunk van, és akkor igencsak szép konkikat össze lehet hozni. De ha valaki nem akar ezzel foglalkozni, akár a alapkészlet, akár az internetes letöltések segítségével is szépé tudja tenni a saját kinézetét, mármint a saját asztalának a kinézetét. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó konki menedzselést kívánok, sziasztok!